Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Ragon Cserita vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. 48-as programok a Babits Mihály Kulturális Központban. 8. alkalommal tartott kabátos tárlatvezetést a Megyei Múzeum régésze. Garai János emléke előtt tisztelegtek a Tolnai Vármegye Székhely Gimnáziumában. Csapatépítő programot tartottak a Matthias Corvinus Kollégium Szekszárdi Képzőközpontjában. Ószabadság, hadd nézzünk szemedbe címmel hirdetett rajzpályázatot a Babits Mihály Kulturális Központ. Több mint 30 alkotást küldtek be a versenyre az általános iskolás diákok. Az eredményhirdetése nemzeti ünnepünk napján, március 15-én került sor. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ számos programmal, műsorral igyekszik megünnepelni idén az 1848-49-es szabadságharc és forradalom 175. illetve Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Az esemény kavalkád egy különleges csata jelenettel vette kezdetét, ahol a résztvevők egy korhű harcászati bemutatót tekinthettek meg, majd március 15-én délelőtt hazánk nemzeti ünnepén az intézmény rendezvénytermében a Garai János Gimnázium egy tanulója mondott beszédet. Akkor is tűrték az elnyomást, amikor lehetőségük lett volna arra, hogy végleg elszakadjanak Bécstől. Az ünnepi programon a Baka István Általános Iskola diákjai is műsort adtak, Tisztelet a Hősöknek címmel. Az előadást követően az esemény a Béla Király téren folytatódott a 48-as emlékműnél. Itt az intézmények, társadalmi és politikai szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat. A nemzeti ünneppel kapcsolatos programok ezzel itt még nem értek véget a nap során. A Kulturális Központban kihirdették az Ószabadság, hadd nézzünk szemedbe című rajzpályázat eredményeit is. A pályamunkákat Bonyhádi, Faddi és Szekszárdi általános iskolások készítették. Babits Zorka rajza harmadik hely ért el az első korcsoportban. Egy huszár lovagol, és hogy Petőfi ott áll egy lány előtt, és Petőfi feldobja a kalapját. Sok verset költött, meg hogy hamar elhunyt. Az 5. osztályos Tarnai Izabella alkotása külön díjban részesült. Petőfit akarja ábrázolni, hogy hogy a két ember áll, hogy mindenkié a szabadság, és igazából így ezt szeretné csak. Nagyon szeretek rajzolni, tehetséges vagyok benne, és így sok helyezéseket is érek el, és nagyon szeretek. Most külön díjas lettem. Használtam festéket, akvarelfilcet, filceket, igazából a hátteret azt ragasztottam rá, és rajzoltam. Egyrészt lenyugtat engem, másrészt olyan jó érzéssel tölt el. A versenyre egyébként több mint 30 alkotás érkezett, mondja Berlinger Attila igazgató. Babits Mihály Kulturális Központ ebben az évben nagyon sok programmal, műsorral igyekszik ezeket a jeles évfordulókat megünnepelni. Januárban volt már a himnusz kapcsán egy kiváló rajzpályázatunk, most pedig a forradalmi szabadságharc kapcsán Petőfi és ugye a 48-as események volt a téma. Nagyon érdekes volt hallani a szülők és a felkészítő tanárok véleményét, hogy hiába gondoljuk azt, hogy ez egy könnyű téma, egyáltalán nem könnyű, de a gyermeki kreativitás itt is nagyon ügyesen megmutatkozott, és több mint 30 pályamunka érkezett. Alsó és felső tagozatos diákok vehettek részt, 5 iskolából, Szekszárdon kívül Bonyhád és Faddi iskolából is érkeztek pályamunkák, és azt gondolom, hogy a zsűri nagyon bölcs döntést hozott, ráadásul külön díjasaink is voltak még, és ezek a gyermekalkotások, amelyek most 2 hétig itt láthatók a Kulturális Központunkban, hűen visszatükrözik a nemzeti hagyományainkról vallott érzéseinket. Mindannyian tudjuk, hogy az oktató-nevelő munkában ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy kisgyermekkortól kezdve a hazaszeretet és a nemzeti ünnepeinknek a fontosságát minél inkább hangsúlyozzuk. Azt gondolom, hogy a mai kor gyermekei is ezt tökéletesen átérzik,
és amikor ilyen csodálatos rajzokban is ez megnyilvánul, az egy nagyon szép jövőt vetít elénk. Több napos rendezvénnyel készültünk ugye a nemzeti ünnepünk kapcsán, már ugye egy csodálatos csatajeleneten túl vagyunk, tegnap Rékasi Károly színművésznek volt egy nagyszerű előadása, mai nap egyrészt délelőtt az állami ünnepé volt, ezúton is köszönöm a Baka István általános iskola valamennyi diákjának és felkészítő tanárainak, pedagógusainak azt a nagyszerű műsort, amit itt a város színe java előtt előadtak, csodálatos élmény volt. A rajzpályázatunk, illetve a rajzkiállításunk eredményhirdetése után most egy kis kézműveskedésre várjuk a gyermekeket, és holnap még folytatódik egy nagyon érdekes előadással a Kultúrkortyok Szabad Egyetem programsorozaton belül dr. Fónagy Zoltán, a 48-as események egyik legkiválóbb ismerője, történész, az ELTE docense tart előadást. Egy picit talán megint ilyen hagyomány törő, vagy egy kicsit ilyen érdekesebb témában, női sorsok a szabadságharc és a forradalom tükrében címmel, arról szól ugye, hogy sokszor háttérbe szorulnak a hölgyek egy-egy csata, illetve egy-egy ilyen komolyabb harci ünnepünk, nemzeti ünnepünk kapcsán, már pedig őnekik is nagyon fontos szerepük volt, erről hallhatunk érdekességeket holnap este. Az Ószabadság hadd nézzünk szemedbe rajzpályázat pályamunkáiból nyílt kiállítás március 29-ig várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Szekszárd, ahol élünk, mozaikok Szekszárd korai történetéből a régészeti ásatások nyomán címmel tartott kabátos tárlatvezetést Vizi Márta, a Vosinczky-Mohr megyei múzeum főmúzeológusa. A résztvevők többek között a Vármegyeházát járták körbe. Immáron 8. alkalommal rendezett kabátos tárlatvezetést a Vosinczky-Mohr megyei múzeum. Ezúttal Vizi Márta régész főmúzeológus vezette körbe a jelentkezőket a Vármegyeházán. A régész most egy 10 évvel ezelőtt keletkezett tárlatot mutatott be. A Vármegyeház a felújítása és a Béla Király tér felújítása zajlott itt 2-3 évig. A Vármegyeház felújítása során a dr. Gere László által készített hatástanulmány nyomán ebben a térben az akkor illetékes intézmény, a kulturális szakszolgálat régészei, így Petkes Zsolt volt az, aki szondázó ásatást végzett. Ehhez ugye tudni kell, hogy a szekszárdiak számára nagyon régóta ismert bencés apátsági romok nem csak így önmagukban léteznek, hanem első Béla egy apátságot alapított itt a városban, és ehhez ugye a templomhoz egy kolostor épület is csatlakozott, és ami még érdekesebbé teszi a történetet, hogy a 67 és 70 között elvégzett kutatások során kiderült, hogy két fal az apátsági templomnak az északi oldalára benyúlik az épület alá. Most Kozák Károlynak annak idején nem volt lehetősége megkutatni ezt a falat, de a felújításkor fölmerült annak a lehetősége, hogy mégiscsak próbáljuk meg. A szekszárdiak számára többször merült már fel a kérdés, hogy hol temették el első Bélát, hiszen az uralkodó sírját még a mai napig nem találták meg. Elvileg ugye az apátsági templom közepén, a szentély táján előfordulhatna, hogy ott lenne a sír, de ugye tudjuk jól a források alapján, hogy az uralkodót nem tudták az apátsági templomba eltemetni, mert hogy nem volt kész. És egy olyan helyet kellett keressenek, ami megszentelt hely volt. Abban az időszakban a településnek a plébánia temploma lehetett. Most régészetileg azt sem tudjuk igazából, hogy hol található ez az egykori plébánia templom, viszont Kozák Károly feltételezte, hogy az apátsági templomot úgy építették meg, hogy valahogy ehhez csatlakozott egy ma azt mondjuk, hogy jellegzetes félköríves záródású téglalap alakú kis templom, és azt gondolta, hogy a két kinyúló fal, amit az udvarra kiment, az ennek a templomnak a maradványa. A hely azért is sajátságos, mert az elmúlt 1000 év alatt számtalan átépítés történt. Itt nagyon-nagyon sok minden történik, aminek a ma látható egyik maradványa az, hogy itt áll a Pollak-féle vármegyeháza. És ez a kis kápolnák szempontjából azért érdekes, mert a
a mai udvari fal, az pontosan keresztül megy a kápolnán, ezen a gótikus kápolnán, és tulajdonképpen ketté is vág egy ott található kriptát. Ami még számunkra nagyon érdekes itt ebben az egész történetben, ami még talán mindig nem ismert minden szekszárdi számára, hogy itt egy vár is állt a ma Béla király térnek nevezett dombon. Az, hogy ennek mi köze van ehhez a kis kápolnához, azzal tudnám érzékeltetni, ugye, hogy abban a korban, amikor itt a különböző tatár meg egyéb veszélyekre hivatkozva, hogy a szükség volt váraknak a kiépítésére, akkor itt Szekszárdon az apátságot erődítik meg. A várnak az északi oldalán van egy ilyen ficak. Na most ez a ficak, ez pontosan ez a kis kápolna, a kápolnának az északi oldala, és bár itt nem igazán látszik, de a kápolnának a nyugati széléhez itt csatlakozik egy csonk, és ez csatlakozik kint az épület előtt látható várfalhoz. A szakember szerint a Béla király téren álló épületek egymás tetejére épültek, és az idők folyamán volt, amit megtartottak, volt, amit elbontottak, és volt, amire ráépítettek. A tárlatvezetéssel tehát a régész célja az volt, hogy bemutassa, hogyan is változik Szekszárd történelmi belvárosát képező domb. Azon kívül, ugye, hogy itt látjuk tehát a helyreállított kápolna falat, a térben ugye nem csak ilyen falak, meg falmaradványok kerültek elő a különböző kutatási fázisok során. Mindig el szoktam mondani, hogy ugye olyan fura címe van ennek a kiállításnak, mert az a címe, hogy és mi újság a Béla téren. Ez azért nagyon érdekes, mert amikor ugye itt a munkák zajlottak, akkor általában, ha ismerősökkel találkoztam, akkor mindig ez volt a kérdés, hogy na, és mi újság a Béla téren? Ugye ennek volt egyrészt egy olyan vonulata, hogy jaj, mi ez a sok érdekesség, vagy mi mindent találtatok. Hát meg a másik természetes kíváncsiság, ugye, hogy mikor lesz vége itt ennek a felfordulásnak, ami a téren zajlik. Én minden esetre inkább mindig ezt az előző, legelső verziót fogtam föl, és igazából azt gondolom, hogy valószínűleg, hogy ez is volt a nagyobb dolog, mert a különböző időszakokban, akár múzeumok éjszakáján, vagy adott eseményen, akkor mindig van érdeklődő, aki kíváncsi arra, hogy mi újság a Béla téren. Idén is megrendezték a szekszárdi Garay János gimnáziumban a névadóról elnevezett diáknapokat. A programok részeként az idei diák igazgatókat is megválasztották. Egy szóvás, egy érzelem jóvat össze a haza. Az érzelem lelkesülés, a szó szabadság valami. Az iskola dísztermében emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc hőseiről a szekszárdi Garay János gimnázium diákjai. A fiatalok színpadi műsorral készültek. Az ünnepi műsort követően a diákigazgatók megválasztására került sor. A rangért 11-es tanulók versenyezhettek, végül a dések közül került ki a két szerencsés fiatal. Az elképzelések mindenféleképpen az első az, hogy megvalósítható dolgokat próbáljunk megközölni a többiek felé, diáktársak felé. A második pedig az, hogy egy fair kampányt hozzunk létre az egész iskolában, mert észrevettük, ugye mi már 5 éve vagyunk itt, ez az 5. éve, és nem mindig volt olyan kampány, ami mások számára is élvezhető lett volna, és ezt el akartuk kerülni mindenféleképpen, és úgy gondolom, hogy egy jó hangulatú kampány jött létre. A jelölteknek egy éves programot kellett összeállítaniuk. A programunk először is minden osztálynak ugye 10 pontot kell előírnia. Mi elsősorban próbáltunk olyan pontokat írni, amit már a diákigazgatásom is mondta, megvalósíthatóak, és próbáltunk a diákok érdekeit megcélozni, ugye a üres termek felhasználásával, új filcekkel, stb. A frissen megválasztott igazgatók nem csak ígérgettek a kampány során, megválasztásukat követően azonnal elkezdték a munkát.
A következő lépés mindenképp egy ünneplés lesz, és azután egyből munkába állunk diákigazgatóként. Egy felelősségteljes pozíciót kell betöltenünk itt az iskolába. Úgy gondolom, hogy ez sikerülni fog, mivel ahogy magunkat ismerem, egy eléggé elszánt és határozott emberek vagyunk mind a ketten, szóval én emiatt nem félnék, úgymond. Az iskolában most zajlottak a garai napok. Ez minden esztendőben az egyik legnagyobb ünnepnek számít az intézmény falai között. Ennek több évtizedes hagyománya van, diáknapokról van szó. Tulajdonképpen már a múlt héten elkezdődött, hiszen diákigazgató választásnak a kampánynapjait éltük meg. Mindig egy diákigazgatói beiktatás indítja el a garai napokat. Ugye minden évben a diákok önmaguk választják, önmaguk, tehát saját maguk közül a következő évnek a diákigazgatóit. Ez már több mint egy évtizede mindig két fiatalt jelent. Minden osztálynak, minden 11. évfolyamos osztálynak megvannak a maga jelöltjei, és akkor kampányolnak a jelöltek mellett. Egy nagyon kulturált és nagyon igényes elképzeléseket tartalmazó kampányon vagyunk most túl. És ezt követően ugye a tegnapi nap a két kárpát-medencei verseny döntőjéről szólt. Immáron 29. alkalommal rendeztük meg a Kürösi Csoma Sándor kárpát-medencei földrajzversenyt, amely valóban a Kárpát-medence minden részéről szinte hozott diákokat hozzánk a döntőbe, Felvidék, Erdély és természetesen a magyar gimnáziumok 20 legjobb képviselője vetélkedett egymással, ahol hosszú idők után először garaista győzelemnek örülhettünk ismét, mégpedig Keresztes Kristóf 10. beosztályos tanulónk személyében, és hát nagyon szép eredményt ért el diákjaink, meg egyáltalán nagyon hangulatos és nagyon mély gondolatokat tartalmazó műsor, illetve vetélkedés volt az Én Pannoniám vers és prózamondó verseny, ahol szintén 22 diák, 16 Magyarország, illetve a határon túli településről érkezett Szekszárdra. A Német Színházban volt a verseny, ahol ismételten a garaisták is szépen szerepeltek, mint mindig, Föglány Liza Kató aranyminősítést és közönségdíjat szerzett. Ma pedig kicsit lazább itt az ünnepi, nagyon szép ünnepi műsor után, az ünnepi programok után pedig egy kicsit lazább programok, előadások, délután pedig sportversenyek következnek. A garais tanulók sorsa tehát jó kezekben van, a két diákigazgató ugyanis már munkába is állt. Csapatépítő programot szerveztek a Matthias Corvinus Kollégium Szekszárdi Képzőközpontjában. Ezúttal Kállai Ákos színház pedagógus tartott közösségépítő, játékos másfél órát közel 30 diáknak. Oké, sziasztok! Én Kállai Ákos vagyok, mint azt hallottátok. Jelenleg a Szegedi Nemzeti Színház színház pedagógusa vagyok. Ott dolgozom a színházban Szegeden, és a munkám az, hogy játszak. Játszom emberekkel, fiatalokkal, felnőttekkel. Csapatépítő délutáni foglalkozást tartottak Szekszárdon a Matthias Corvinus Kollégium Szekszárdi Képzési Központjában. A résztvevő középiskolásoknak tartott játékos előadást Kállai Ákos, a Szegedi Színház pedagógusa. Alapvetően játszani jöttem ide a fiatalokkal, a közösségépítő és csapatépítő játékokat, gyakorlatokat fogunk játszani, és a cél az, hogy jól érezzük magunkat. A színész elmondta, nagyon fontos szerepet játszik a fiatalok életében a közösségépítés. Egy közösséghez tartozni azt gondolom, hogy mindig nagyon jó és egy fontos erőforrás lehet a fiataloknak, akkor, hogyha megismernek más kortársakat, kinyílik számukra a világ egymás által, tudják egymást segíteni, támogatni, és valahogy közösségben mindig szórakoztatóbb az élet. És ez a mai alkalom is azt segíti, hogy ők valahogy egymásra hangolódjanak, jobban megismerjék egymást, és így a közös, hogy is mondjam, jó hangulaton keresztül valahogy, nem tudom, még közelebb kerüljenek egymáshoz. Godó Gabriella mesélt arról, hogyan csatlakozott az MCC középiskolai közösségéhez. Nagyon kíváncsi vagyok már úgy egészen kicsi korom óta szinte mindenre, és nagyon szerettem volna egész sok mindent így elsajátítani az életemben. Ezért kerestem olyan lapokat, olyan oldalakat lényegében, és olyan embereket, akik így ebben tudnak nekem segíteni. És pont ebben a keresési fázisban jött el hozzánk egyébként egy olyan hír, hogy egy ilyen hely is van, és hogy ez mennyire jó. És ezért csatlakoztam, hogy körülnézzek egy kicsit, megnézem, hogy egyébként tényleg milyen.
És én nekem nagyon a szívemhez nőtt azóta is, mert teljesen jól tudta adni azokat a dolgokat, amire nekem szükségem volt. Szerintem fantasztikus a légkör egyébként, nagyon építő úgy alapvetően itt lenni is, és egy hatalmas energiabombát ad, és nagyon-nagyon sok tudást ahhoz képest, hogy délutánonként az órák után itt vagyunk, és tanulunk egymástól, és nem úgy, hogy leülünk, hanem gyakorlati és elméleti tudást is mind a kettőt itt meg tudunk szerezni, és ez nekem egy hatalmas nagy élmény egyben. Fehér Bernadett, az MCC középiskolás programjának régió koordinátora elmondta, hogyan lehet csatlakozni a csapatukhoz, a középiskolás program jelentkezéséről is tájékoztatót tartott. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik nyitottak a világra, akik szeretnének különböző tudományterületekre ablakot nyitni, illetve szeretnének egy jelentős, egy nagy magyar, akár határokon átívelő és külhöni magyarokat is magába foglaló közösséghez tartozni. Annyi lesz a játék lényege, hogyha rámutatok valakire, és azt mondom, hogy zip, akkor az illetőnek a tőle jobbra ülő ember nevét kell mondania. Ha rámutatok valakire, és azt mondom, hogy zap, akkor az illetőnek a tőle balra ülő ember nevét kell mondania. Zip a jobb, zap a bal. Aha. Zip a jobb, zap a bal. Ha viszont rámutatok valakire, és azt mondom, hogy zip-zap, akkor mindenki helyet cserél mindenkivel minél gyorsabban. A középiskolás programba tulajdonképpen bármikor tudnak csatlakozni a diákok. A kp.mcc.hu oldalon online módon egy adatlap kitöltése révén, illetve egy kritikai eszébe küldésével, ami lehet bármilyen általuk tetszés szerint választott mű, ez lehet egy irodalmi mű, egy film, egy sorozat, vagy bármi, ami elnyerte a tetszésüket, és ennek kapcsán várunk tőlük egy kritikai fogalmazást, úgymond, eszét. Az MCC-nek nagyon fontos küldetése a közösségépítés, és ugye különböző iskolákból érkeznek hozzánk a diákok, ezért a mai alkalomnak is az a célja, hogy az újonnan csatlakozott diákokat a régeken megismertessük, és lehetőséget biztosítsunk számukra ahhoz, hogy megismerjék egymást, és hatékonyabban tudjanak majd a jövőben, már mint MCC-s közösségként is együtt működni és dolgozni. Böröc Máté, a szekszárdi MCC vezetője a felvételi időszakról és az aznapi programokról mesélt. A közeljövőben pszichológiai, irodalmi és beszédtechnikai témájú workshopokat fognak tartani. Túl vagyunk egy sikeres rekrutációs időszakon, a téli felvételi időszakunkat nagy eredménnyel zártuk ezúttal is. Majd 25 diák csatlakozott ismételten a középiskolás programunkhoz. Egyre aktívabb középiskolás közösséget tudunk felmutatni itt a szekszárdi MCC-ben is. Hasonlóan egyébként az ország többi 14 vidéki képzési központjához hasonlóan. Zip-zap! A következő időszakokban is igyekszünk az ifjúsági tehetséggondozó tevékenységünk mellett a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas programokat szervezni a diákoknak. Pszichológiai jellegű workshopok lesznek a jövőben, úgy mint a probléma megoldás, vagy éppen egy pszichológiai témát is, hogy említsek, mi visz rá az embert a kegyetlenséggel címmel Zsidi Zsófia pszichológus érkezik majd hozzánk, de lesz irodalmi témájú előadásunk, workshopunk a diákok részére, aztán a beszédtechnika fejlesztése kapcsán is szervezünk programokat, illetve a diákok körében egyre népszerűbb Vita Akadémia is többször ellátogat majd hozzánk. A Matthias Corvinus Kollégium szeretettel várja a közösségkedvelő diákokat Szekszárdon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!